Az előző 4 kupa döntőben is egyértelmű esélyes volt a Fehérvár, de mindig vesztett, így ideje volt már, hogy megszakítsa ezt a rossz sorozatot. A hozzáállás ezúttal tökéletes volt, és ezt már az első harmad megmutatta a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen. Az 5. percben Robertson hatalmas lövésébe Hári Bottya ért bele, a fehérvári csapatkapitány lett tehát a döntő első gólszerzője, megadva a meccs alaphangját. 5 perccel később már 2 volt a volán előnye, ekkor Laberge volt jó helyen egy kipattanó korongnál, megszerezte és bezúdított a Farkas kapujába. Újabb másfél perc elteltével egy másik légiós, Levens is bizonyította, hogy ezúttal a külföldiek is magukénak érzik a klub és a szurkolók számára fontos célt, határozott megmozdulásával már 3-0-ra vezetett a Fehérvár. Hogy mégse legyen kiütés az első harmadban, arról Vorovjov gondoskodott, aki távolról vette be Roa kapuját, ezzel szépítettek a fővárosiak, de nem sokáig maradt 2 gól a különbség, fél perc sem telt el, és Magosi használta ki, hogy üresen maradt a kapu előtt. 20 perc után 4-1-es volán vezetés mutatta, hogy tényleg megtörhet a döntőkbeli rossz sorozat. A második harmad ugyan pesti góllal indult, Sági célzott pontosan egy buliból megszerzett koronggal, mégis ebben a játékrészben dőlt el végleg a meccs a mieink javára. Egy parádés Terbócs átadásra tökéletesen mozdult be Mihály Ákos, és a 34. percben 5-2-re módosította az állást. 2 perc sem telt el, és Mihály megint eredményes volt, ezúttal emberhátrányban csípett el egy korongot, és remek lövéssel mattolta újfent Farkast. Nem sokáig maradt ő az egyetlen 2 gólos csatár a meccsen, mert újabb 2 perc elteltével Levens is duplázott, miután Fournier-től kapott egy tökéletes kiugratást, és kötényben eltette a gól után lecserélt fiatal kapus lábai között a korongot. Ezek után a harmadik harmadra nem maradtak kérdések, de 2 gól még igen. A budapestiek emberelőnyből szépítettek Moser Kotort be egy Roán átsorgó korongot, de a végszó a voláné volt, Atkinson iramodhatott meg egy lövés után levágódó pakkal, és szólójával kialakította a 8-3-as végeredményt. Ezzel 2019 után szerezte meg ismét a Magyar Kupát a Hidrofehérvár AV19, egyben 12. sikerével a kupa örökrangsor második helyére lépett előre. Tartoztunk a szurkolóinknak egy jó produkcióval végre, és örülök, hogy elég sokan kijöttek, és láthatták, hogy megnyerjük ezt újra. Gratulálok a Macnak is, most ez így alakult, örülök a szurkolóknak tényleg, hogy végre ezt meg tudtuk nyerni nekik, mert ezzel tartoztunk most már. Nem akármikor van lehetőség nyerni bármit is jégkorongban úgy az ember karrierje során, szóval ez mindenképp egy kicsit összekovácsolja a csapatot, illetve azért voltak ma pozitív élmények, gyakoroltunk néhány támadáselemet, amivel egy kicsit szenvedtünk az utóbbi időbe, és most jön egy nagyon fontos mérkőzésünk rögtön kedden, szóval ezt tovább akarjuk vinni. A kupa győzelmet nem lehet sokáig ünnepelni, hiszen kedden már az osztrák ligában vár az egyik legnagyobb rangadó a volára, a táblázaton mögötte álló Salzburg otthonában.